Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Végéhez közeledik a 611-es főút helyreállítása Dombovár és Kaposszekcső között. A biztonságos közlekedéshez járul hozzá a fejlesztés Dalmandon. Kiválasztották az augusztus 20-ai ünnepség főszereplőjét Dombováron. Jó hangulat, finom ételek és zenés, táncos műsor várta az embereket Kapospulán. 8 táblán, 8 csoportban indult a dombovári verseny. Mindannyian emlékszünk a június elejei nagy esőzésekre, aminek következtében a Dombovárt Kaposszekcsővel összekötő 611-es főút beszakadt. A helyreállítás elkészültét júliusra ígérték a szakemberek, de több tényező akadályozta a munkájukat, így csak augusztus végén, szeptember elején, de akkor is még csak részlegesen tudják megnyitni a forgalom előtt a főutat. A becslések szerint a munkálatok költsége meghaladja 100 millió forintot. A Dombovárt Kaposszekcsővel összekötő útszakasz felújítási munkálatait tekintette meg a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója a két település polgármesterével. A viszontagságos időjárás komoly károkat okozott itt nem régen. Az akkori közlemény szerint egy hónapra zárták el az utat a forgalom elől. A munkálatok csúszását azonban több tényező is befolyásolta. Ennek az oka elsődlegesen az, hogy a talajvíz az nem szivárgott el, így ezt a lehatárolás szátfalazást meg kellett csinálnunk, és talajcserét kellett tennünk, mert a folyóhomokra, a vizes folyóhomokra nem tudtunk betonozni, rámenni se tudtunk. Meg kellett várni, míg kiszárad, talajcserét kellett csinálnunk, és akkor utána tudtuk elkezdeni építeni a szerkezeten, illetve a másik, ami befolyásolja nyilván az építési időt, itt a kötési idő, technológiai idő, hiszen egy betonnak minimum 2 hét, de pontosan 28 nap a kötési ideje, hogy 100%-ra megkössön. Nyilván mi nem várjuk meg a 100%-ot, hanem a 80%-os kötési állapotnál már folytatjuk a munkákat, de az, hogy a szerkezet stabil maradjon és bírja a terheléseket, ezeket a technológiákat be kell tartani. Annyit kell tudni, hogy maga ez a szerkezet, ez a átteresznek a szerkezete, az jó 100 éves volt, de ami igazából tönkretette, hogy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső nem erre van méretezve, nem erre vannak méretezve Magyarországon, illetve a területen ezek az áttereszek, és az vitte el, azt tette tönkre. A július közepén lezajlott felmérés után a szakemberek a teljes elbontás mellett döntöttek, az új, modern vasbeton szerkezetet már úgy alakítják ki, hogy egy későbbi nagy esőzés ne okozhasson benne kárt. A munkák megkezdésénél magas volt a talajvíz, le kellett határolni, illetve a itt lévő folyóhomok miatt nem lehetett haladni, ezért gyakorlatilag egy szátfalas technológiával lehatárolásra került az építési terület. Utána elkészült átteresznek a vasbeton lemez alapja, és ráemelése került a nagy mérőjű átteresz elemek. Jelenleg most a szátfalazásnak a vasszerelése, zsaluzása történik. A vasbeton lemez alapra emelték rá a nagy átmérőjű áteresz elemeket. A következő napokban betonozzák a szárnyfalat, ezt követően a háttöltés visszatöltése után az aszfaltozási munkákkal folytatják a helyreállítást. Az építési technológia és kötési időket figyelembe véve nyilván a betonnak is megvan a kötési ideje, ezeket ki kell várni, mert különben tönkre megy a szerkezet. Ennek figyelembe vételével reményeink szerint augusztus végén, szeptember elejével már részlegesen a forgalmamnak vissza tudjuk adni ezt a szakaszt. Építési munkák fognak folyni még szeptemberben is, de az már csak minimálisan fogja zavarni a forgalmat. Az arra haladók a következő hetekben még kerülővel kell, hogy közlekedjenek. A gyermekek tanításának első intézményi lépcsőfoka az óvoda. Itt számos olyan információval gazdagodnak, ami megalapozza az életüket. Dalmandon is igyekeznek minél több tudást adni a gyerekeknek. A mostani bővítésnek köszönhetően olyan készségekkel gazdagodhatnak, ami fontos ahhoz, hogy balesetmentesen közlekedhessenek. De nézzük, mivel bővült az intézmény.
Egy különösen fontos projektet adtak át a dalmandi óvodában. A gyerekek ünneplőt öltöttek, hogy a rég állított közlekedési parkot műsorukkal felavassák, majd a játék és tanulás jegyében birtokba vegyék. Az önkormányzat mindenben is segíti a dalmandi óvodásokat, hiszen 44 eladó ingatlan a volt Dalmand községnek, sajnos a kihalások alapján, és hogy ennyi idős elhunytunk volt. Mind a 44 ingatlant fiatal házaspárok vették meg kisgyerekekkel, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az óvoda létszámunk nem hogy csökken, hanem bővül, és emiatt szeretnénk azt, hogy olyan óvodában játszanak, és olyan óvodában legyenek ezek a gyerekek, ahol minden igényüket ki tudunk elégíteni. Most ehhez az igényhez volt egy régi vágya a régi óvoda vezetésnek, hogy egy közlekedési parkot is tudjunk létrehozni. Ezt minden évben jótékonysági bált szervezett az óvoda. Nem költött el más kirándulásra, meg semmi másra, hanem gyűjtögette a kis pénzét ehhez a közlekedési parkhoz. Bad Blumau a testvértelepülésünk, ők 3 millió forintot összegyűjtöttek, hát nyilván euróban, több mint 3 millió forintot összegyűjtöttek arra, hogy kivitelezhessük ezt a közlekedési parkot. A tanulás pedig nem hiába való, amit a gyerekek az év folyamán egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan elsajátítanak, annak hasznát veszik az önkormányzat által szervezett rendezvényeken is, amiknek rendszeres fellépői. A falunapon nem nagyon szoktuk őket szerepeltetni, viszont március 15-e koszorúzás, tehát ahol egy kicsit is az ő szintjükhez mérten, de értsék azt, hogy miért tűzzük oda azt a zászlót, miért kell, húsvétváró rendezvényt tartottunk nekik, ahol mindenféle feladatokat kapnak, és nagyon-nagyon ügyesek. Tehát nagyon jó kis csapat működik itt Dalmandon, hála Isten. A település polgármestere megköszönte a támogató hozzáállást, azt a kitartást, amivel ezt a projektet végigvitték az óvoda munkatársai. A közlekedési park ötlete 6 évvel ezelőtt merült fel az akkori óvodavezető fejében. 2016-ban az akkori kolléganőimmel megfogalmaztuk ezt, igény merült fel részünkről, óvodapedagógusok részéről, mert sokat jártunk a faluba sétálni, próbáltuk úgy megtanítani a gyerekeket, hogy hogyan kell szabályosan közlekedni, és szerettük volna, hogyha a városba indulnak apával, anyával, akkor ott ők már ismerjék a közlekedési szabályokat. Tehát ez volt a nagy tervünk, szponzorokat kerestünk, támogatókat kerestünk, jótékonysági bálokat szerveztünk, de az addig befolyt összeg mindig nem volt elég, míg nem 2021-ben Bad Blumauból testvértelepüléssel vendégek érkeztek, és ők szponzorálták ennek a partnak a létrejöttét. Nagyobb összegű adományt hoztak nekünk. Nem találtunk pályázati forrást, tehát olyat nem, ami összegben megfelelő lett volna. Nekünk célunk volt, ha már egyszer közlekedési parkot építetünk, akkor az esztétikailag, lehetőségileg, sok minden funkciójában, sok minden adjon a gyerekeknek. 4.970.000 forintos beruházást adhatunk ma át. Nagyon büszkék vagyunk rá. Az ünnepi műsor és a szalagátvágás után örömmel vették birtokba a kis óvisok azt a közlekedési parkot, ami a jövőben fontos szerepet kap majd az intézmény életében. Óvodánkban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, ezért is nagy öröm számunkra az, hogy ez a közlekedési park megvalósulhatott. Hiszen ez egy újabb tér, egy újabb lehetőség arra, hogy a gyerekek mozgáskultúráját fejleszteni tudjuk. Hiszen a gyerekek motorozás, biciklizés, rollerezés közben észrevétlenül fejlődnek, tehát ők ezt egy játéknak fogják fel, és közben pedig az idegrendszerük azon része aktivizálódik, ami a későbbi tanulásban lesz majd elengedhetetlen. A közlekedési parknak részei az egyensúlyozó félgömbök, a knajptaposó és az ugróiskola. Mindegyik fejlesztő hatással bír, mint például szemláb koordináció, egyensúlyérzékfejlesztése, türelem, és az egymásra való odafigyelés is szerepet kap használatukkor. Ezért mi nagyon örülünk annak, hogy ez megvalósult, és nagyon hálásak vagyunk a támogatóinknak, és bízunk abban, hogy ezek a partneri kapcsolatok a későbbiekben is megmaradnak. És közel 60 gyerekkel indítjuk el a következő nevelési évet, így úgy gondolom, hogy a kihasználtsága biztosított lesz. Például a mindennapos testnevelést is meg tudjuk itt valósítani, többféle formában, aztán még teret ad ugyebár a KRESZ szabályoknak a megismerésére, ugye közlekedési táblák készültek, gyalogos átkelőhely is található ezen a közlekedési parkon, amik mind-mind oktatási jelleggel bírnak majd, és hát a jövő előttünk áll, és
ki fogunk használni minden lehetőséget, ami ebben rejlik. A testvértelepülés Bad Blam küldöttsége nem érkezett üres kézzel erre az intézmény által rég várt pillanatra, hogy legyen mivel tanulni a közlekedés szabályait, rollereket, bicajokat és motorokat hoztak a dalmandi ovisoknak, amiket aztán örömmel próbáltak ki a gyerekek. Közeleg augusztus 20-a, amely ünnep kihagyhatatlan része az új kenyér. Ilyenkor nemzeti színű szallaggal kötik át a frissen sütött kenyeret, amit a megszentelés után felszeletelnek és végül szétosztják a darabjait. Az ünnep elengedhetetlen kellékét minden esztendőben nagy gonddal választják ki. Ennek viszont egy éven keresztül fontos jelentősége lesz egy helyi szervezet számára. Hogy pontosan miért is, az a következő percekben ki fog derülni. Tartsanak velem! Dombóvár város önkormányzata idén is meghirdette a Dombóvár kenyere akció. Egy másik pékség volt itt az ötletgazda néhány évvel ezelőtt. Az a pékség sajnos megszüntette tevékenységét Dombóváron, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ezt a folyamatot szeretnénk továbbvinni. Nyilván nagyon fontos, hogy minden eladott kenyérből 20 forintot félretesznek ők, és a lakosság által kiválasztott egyesületnek fogják átadni 2023. augusztus 20-án a kenyérszentelést követően. Az elmúlt években is nagyon nehéz helyzetben voltunk, amikor kiválasztottuk a város kenyerét, de ez mögöttem látható kínálatban látszik, hogy az idén aztán még nagyobb bajba voltunk. Azt gondoltuk, hogy egy olyan kenyeret próbálunk választani, amely nyilván a családok nap mint nap meg tudnak vásárolni, nap mint nap el tudják fogyasztani, azt a méretet képviseli, amely egy-két napon belül el is fogy. Nyilván a mögöttem látható, hogy mellettem látható kenyér, mint fehér kenyér, buzalizből készülnek, eltérő technológiával, de én hiszem és remélem, hogy ez a kenyeret, amit most kiválasztottunk, nagyon sok vásárlót fog oda vonzani, és nagyon sokan fogják támogatni majd azt a Dombóvári Egyesületet és Alapítványt, amelyet az elkövetkező két évben helyi lakosok megszavaznak, hogy 2022-23 év vagy város kenyeréből befolyt támogatás kié legyen 2023. augusztus 20-án. Ötödik alkalommal indít szavazást a város Facebook oldalán arról, melyik szervezet legyen az, amely a következő egyéves időszakban érdemes a támogatásra. A pékség tulajdonosa többféle kenyérrel érkezett a polgármesteri hivatalba, hogy a város előjáróival és jegyzőjével közösen válasszák ki azt, amely majd a város kenyere lesz augusztus 20-án. Igazán azt gondolom, olyan széles ma a kínálat, és hála Isten Dombaváron is, hogy nem tudtam leragadni egy kenyérnél. Alapvetően a buzából készült fehér kenyeret szeretem, és mindegy mögött nem is látszik, ez hála Isten minden formájában megjelenik Dombaváron, úgyhogy színes kavalkádot lehet vele összeállítani, és megmondhatatlan válik a fehér kenyér. A kenyerek szemügyre vétele, majd megszegése után jöhetett a kóstolás. A város polgármestere számos kérdést szegezett a tulajdonosnak, hogy kellő információ birtokában tudják eldönteni, melyik legyen a város kenyere. Úgy gondolom, hogy a kenyér azért fontos, mert ez a fő oka, ami az embernek az élet tartja. Kenyér meg a víz, ez kell. De ez a kenyér, ha beszélünk a milyen ki, a mi termék, hogy miért ilyen jó, azért, mert mi már régóta családi vállalkozó vagyunk, több mint 50 éve foglalkozunk ezen, én folytatom tovább, mert a szüleim csinálták, és én ide kerültem 2020-ba, és azóta folyamatosan csinálom, amit doma van. És a kenyer azért finom nálunk, és jó, mert hagyományos módon csinálunk. Liszt, élesztő, víz, meg a só, és ennyi az egész. A legkeresettebb kenyérforma a vekni, ebből is a fél és az egy kilogramot vásárolják a helyiek. Kovászos, egy kis élesztő, mert élesztő kell, de a többi technológiát nem árulom, mert az titkos. Olasz kemence van, csak a sütés úgy lesz, vagy úgy van, mint a hagyományos régi kemencek, amit fából fűtenek, ez ugyanaz. A milyenk és ilyen kemence csak gyors technológia, mert ezen lehet sütni fával, gázolaj, gáza, meg a elektromos. Úgyhogy bármelyik nincs ezeket között, akkor mi tudjuk folytatni. Kenyérből tehát biztosan nem lesz hiány Dombóváron. 2022-ben a többféle forma közül a győztes a fehér buzalisztből készült virágdíszítésű kenyér lett.
Augusztus 20-át követően egy évig ennek a kenyérnek az árából 20 forint kerül a támogatási alapba, amely összeg a dombováriak döntése alapján jövőre augusztus 20-án kerül átadásra egy helyi szervezet számára. Nagy érdeklődés övezte a kapospulai falunapot, ahol a hagyományosnak számító főzőversenyen kívül zenés és táncos programok is szórakoztatták a résztvevőket. Idén is kiosztásra kerültek a jó tanuló, jó sportoló díjak, amit 40 diák kapott meg. A kapospulai családi napon számtalan program várta a kilátogatókat. Idén is kiosztásra kerültek a jó tanuló, jó sportoló díjak. Minden évben megkérdetik ezt a lehetőséget, hogy jó tanuló, jó sportoló díjra lehet jelentkezni, és minden évben megragadjunk vele. Én is sportolok, úszó vagyok, illetve az Egyesült Államokban tanulok, én már harmadik éve, és megpályáztam, és megnyertem. Ma is én is az nyerők között voltam. A mi utcánkban nagyon mindig ilyenkor jó a hangulat, a családok összegyűlnek, néha sütögetünk. Azt hiszem pár évvel ezelőtt az én családom is indult a főzőversenybe, de idén sajnos nem jött össze. A település fontosnak tartja, hogy támogassa a jó tanulókat és a kiemelkedő sportolókat. Hagyományos családi nap vagy falunapot tartunk ma. Ez hát nagyjából ennek van egy állandó programja, a jó tanuló, jó sportoló díjaknak a odaadása. Idén is nagyon sok fiatal volt, aki megütötte a mércét. Ez általános iskolában 4,5-ös tanulmányi eredmény, és középiskolában is, egyetemen pedig 4-es. Úgyhogy itt közel 40 gyerek, aki oklevelet és pénzdíjazásba részesült, és természetesen ezen kívül hát próbálunk színes programokat összeállítani. Szeretnénk minden zenei műfaj után érdeklődőnek színes műsorokat, tehát szeretnénk magyar nótát, táncdalokat, kis operettet, és persze megfelelő vidámságot biztosítani. Teret biztosítunk ilyenkor a helyi meg a környékbeli vállalkozóknak, hogy itt bemutassák portékájaikat. Itt látom, vannak különböző lekvárok, mézek, aztán van itt mexikói ételekkel egy árus igazából, úgyhogy hogy minél színesebb legyen. Kürtös kalács biztos, hogy lesz. Hogy hát a falunak a szokásos dolgait szeretnénk bemutatni. Délelőtt volt a gyereknapi program, itt volt egy zenebohóc, sok gyerek volt, nagyon jól érezték magukat, aztán volt egy rovargyűjteményt tudtak megnézni a gyerekek, nagyon élvezték azt is, lovaglási lehetőség volt, és itt most délután ingyenesen itt 5 ilyen játszóeszközt ingyen használhatnak a gyerekek egész este sötétedésig, és szórakozhatnak. A főzőverseny igazi megmérettetésnek számít a kapospulaiak körében. A nevezés ingyenes volt, a szükséges alapanyagokat pedig biztosították a csapatok számára. 4 csapat nevezett, lesz egy őszpörkölt, amit a gazdavadásztársaság csapata főz, lesz egy vegyes pörkölt, amit a hivatali dolgozók csapata, aztán a közmunkások csapata külön szintén egy vegyes pörköltet főz, és itt mellettünk pedig halászlé fog rotyogni. Első alkalommal vannak itt a főzésen, vagy rendszeres látogatók? Körülbelül 20. És minden évben őszpörkölt a menő? Nem, eddig mindig vaddisznó volt. Most ez az első, hogy őz lesz. Vaddisznó mennyire volt nyerő az embereknek? Szeretik? Mindegy, csak vadhús legyen. Volt szarvas is, vaddisznó is, most ősz. Kapospula ismert vízmente néptánc csoportjáról is, akik a térség számos településén felléptek már. Most az a szerencsétlen helyzet adódott, hogy én vagyok az egyetlen kapospulai a tánccsoportban. Dombováról vannak többen, meg az ország több részéről, most már van, aki innen elköltözött, de szerencsére még visszajár. 2000 óta létezünk ezen a néven, egy kapospulai vízmente néptánccsoport. Hát akkor még nagyon-nagyon sokan voltunk, csak közben ugye mindenki felnőtt, éli az életét, és hát sokan lemorzsolódtak. Azóta rengeteg fellépésünk van, minden nyáron folyamatosan járjuk a falunapokat, rendezvényeket. Szerencsére itt a környékben nagyon szeretnek minket, nagyon sok helyre hívnak. És hát van már egy kialakult repertoárunk, amit már a legkisebb táncostól a legöregebbig mindenki szívesen táncol. A kapospulai családi napon korosztálytól függetlenül mindenki megtalálhatta a számára érdekes programot. A Dombovári Dárc Egyesületnél ritka, ha üres a táblákkal teli termük. A nagy meleg sem szegi kedvet sem a játéktól, sem a versenyzéstől.
Legutóbb nyári Open versenyt hirdettek, amely 44 játékos részvételével zajlott. Persze ennyien nem fértek el az egyesület termében, így bővíteniük kellett, hogy minden versenyző kényelmesen dobhasson, és a verseny is lendületesen haladhasson. Az egyesület az őszre is készül tétre menő játék lehetőségekkel. A Dombóvári Darts Egyesületnél nincs megállás. A heti gyakorlások mellett legutóbb versenyzők sora ragadott nyilat a győzelem reményében. 43 nevezővel indult el a mai nyári darts openünk. Az open az annyit akar, hogy ez egy nyílt verseny, tehát bárki nevezhet, aki amatőrök is vannak, és olyanok is, akik versenyengedéllyel rendelkeznek. Egyre több nő versenyez, például idén ifjúsági női Európa-bajnok lett két lány tőlünk Magyarországról. Szerintem egyre népszerűbb, és egyre inkább elfogadottabb ez a sport. Nálunk kisváros, kevés ember, aki dárcozik, a hölgyek még annyira nem kezdtek el érdeklődni ez iránt, a sport iránt. A versenyzők örömmel áldozzák be a hétvégét egy-egy megmérettetés kedvéért. Ez látszott a Dombovári Egyesület termében is, ahol a versenyzők száma miatt egy kis bővítésre is szükség volt. 8 csoport, 8 tábla, 501 pontról indulnak a játékosok dupla kiszállóval a végén. Minden csoportból 3 fő jut tovább, 32-es főtáblánk lesz. Az első helyezettek a csoportonként ki lesznek emelve, tehát ők egyből a legjobb 16-ba jutnak, és így lesz majd egy ágra ez a csoportok után, és végén lesz egy győztes. Nagyon sok türelem kell hozzá, nagyon sok gyakorlás, órákat kell a tábla előtt állni, de ez még mindig csak a 30%-a a tudásnak, mert a maradék 70% az fejben dől el, mennyire vagyunk türelmesek magunkkal szemben, mennyit szeretnénk elérni. Két fő van, akik új emberek itt a köreinkbe, egyébként járnak mindig a versenyénkre pécsiek és a kaposváriak. A Pécsről érkezett versenyző 3-4 éve találkozott először ezzel a sporttal, ami az első pillanattól kezdve magával ragadta. Láttam a tévében meccset, ezt megtetszett, és akkor otthon is elkezdtem dobálni. Édesapám vett még régebben táblát, és akkor azon elkezdtem dobálni. Először vagyok, abszolút én Pécsről jöttem, de tetszik, jól össze van rakva. Most alapvetően az volt az első kitűzés, hogy nyerek egy meccset, ez most megtörtént, a következő az, hogy mondjuk tovább jussak a csoportból. Aztán egyelőre hobbi szinten megy, mert hát azért itt nagyon keményen kell játszani, az, hogy bármit is tudjon csinálni az ember. Hát ilyen hobbi, ilyen nyílt versenyeken voltam, kétszer tovább jutottam csoportból, aztán hát ott elkaszálltak, de ilyen kis amatőr szinten azért jó, tetszik. A részvételt oklevéllel honorálták a szervezők, a legjobbak pedig kupával térhettek haza. A pécsi Kádár Krisztián 3. helyen, Gyeraj Attila, a helyi egyesület elnöke a 2. helyen zárt, míg Tóth László lett a Dombovári nyári darts open verseny legjobbja. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!